Na sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Ájtlőd vagyok, és egy újabb videóval jelentkezem, ami rövid lesz, és inkább egy ilyen bejelentő videó, hát nem is bejelentő, hanem ilyen update videó, hogy mi van manapság. Örömre szolgál bejelenteni, hogy végre sikerült upgrade-elni egyet a gépen. Elkaptam egy nagyon jó akciót, amivel sikeresen a dual-koros kis gépemből lett egy quad-koros kis gép, és csináltam rajta egy kis műtétet is, ugyanis a múltkori videóm szanaszét laggolta magát, és utána jártam az okának, és az volt a helyzet, hogy a videokártyám nagyon fel volt főve, tehát 95-100 fok pluszra, ami nagyon forró még egy videokártya tekintetében is, főleg, hogy nem egy R9 290X, hanem 270X lévén szó, így úgy döntöttem, hogy vettem pasztát, ugye vettem sűrített levegős kannát, és nekiálltam, szétszereltem a videokártyát, ide be is fogok vágni képeket róla a procival együtt, ugye, és kipucoltam ugye, ahogy volt a gépet, és rendbe raktam, úgyhogy most megint újra 60-70 fok között van, és most nagyon jól megy a gép. A sors fintora sajnos az, hogy a hétvégén kiment a monitorom. Úgyhogy, faja! Mire meg lesz az a gép, amelyik már kiszolgálna azt a fajta monitort, arra kimegy a monitorom, úgyhogy megint a jó eredményű CRT-vel vagyok. Szóval meglássuk, mit lehet neki csináltatni, lehet-e garagiztatni, vagy valami, vagy kell venni újat. Egyszerűen nem hajlandó elindulni, úgyhogy pech. Úgyhogy megint az van, hogy vagy 720p-ben játszok, és úgyhogy nem full screenbe, vagy full screen full 1280x1024, de akkor viszont nektek van szétesve a kép, úgyhogy még meglássuk, hogy lesz velem. Viszont ennek hála leteszteltem a játékot, hát 1280x1024-ben úgy veti a 100 FPS-eket minden játékba, ahogy annak illeni kell. Tehát most már normálisan megy a játék, megy vetetés, minden, leteszteltem, egy kis benchmark ez az. Lássuk, mit hogy tud a gép. Én minden esetben nagyon meg vagyok felelégedve, nem egy csúcs kategóriás gép még most sem, tehát ez egy közép kategóriás gép. Viszont priorizálnom kell, ugye, mert ott van a jogosítvány, kell az autó, szóval nem küldhetek úgy hülyére. Már gondolkoztam azon is, hogy vennék egy 1800X-es Ryzen-t, egy full setup-ot, DDR-t, még mit tudom én, full HD és mondtam, stb. De nincs értelme, hogy elküldsem rá a pénzem, ez engem nagyon jó kiszolgál egyelőre. Szóval az majd idővel fog meglenni, miután meg lesz a jogosítvány, autó, stb. És közben keresek egy metint, hogy azért valamit megcsináljak a videóba. És akkor majd ez a gép lesz a rendergép, ami csak azt fogja csinálni, hogy videókat renderel. Ugye, hogy most ő négy maggal mennyi időt renderel le, az ki a francot érdekel, ugyanis ott le lesz rakva valahova. Hadd menjen, hadd tudjon, hadd csináljon, amit akar. És ő No24-be tudja rendelni a videókat, annélkül, hogy nekem bármi problémát okozna, ugye. Viszont az a jó hír, hogy így sokkal gyorsabb a videórendel, hogy negyed annyi idő alatt csinálja, mint az előző gépem. Szóval most arra fogok ráállni mindenképp, hogy legyenek vágott videók, és kicsit kitapasztalom most a vágásnak a funkcióit is, illetve csinálok egy aprócska módosítást a csatornán, azaz próbáltam lassanként bevezetni, és gondolom feltűnt másoknak is, hogy a téma az már kezd a metintől eltávolodni, és inkább felnőttesebb tartalmakba átütni. Most ezt egyelőre úgy képzeltem el, hogy ugye amíg én játszok, közben témát feszengetek, meg stb. Facecam, mint a múltkor is volt a próbálkozás, csak sokkal mélyebb, sokkal érdekesebb témákat szeretnék feszengetni játék közben. Úgyhogy ezeket a témákat én be fogom hozni, és apránként át fogunk állni a vlogra is. Még amit akarok, az egy másik webkamera, mert ez már eléggé avittos szegény, de azt majd idővel egy C920-as néztem ki. Állítólag lesz augusztus-szeptember környékén egy nagyon jó leárazás az Altex-be, és meg lehet kapni. Hogy miért vettem most meg ezt a processzort, mert baromi, egyszerűen olyan jó áron volt, hogy úgy voltam vele, hogy ezt ki nem hagyom. Normál esetben olyan 380 lej között volt ez a processzor, úgy 330 lej olyan helyeken, ahol nincsen ingyenes posta, de azzal is 360, tehát olyan plusz-minusz 20 lej különbség. Most nem tudom, mennyi jön ki forint, vagy olyan 20k forint, 25 ezer forint körülbelül, és én ezt megkaptam 260 lejbe. 260 5 lej és 10 baniba, ami fele ár szinte, tehát egy ilyen
limit, a stock limit volt, és azt mondták, hogy akkor vigyed, fiam. És úgy voltam vele, hogy na, akkor ezt megvesszük. Már úgyis már a lóvén megvan, ugye, amire kell, tehát most, hogyha pluszba hozzá rakok, az nekem szolgál. Úgy értve, hogyha most pluszba hozzá rakok, az nekem csak jó jön, ha meg nem, akkor most köthetek most egy kicsit úgy pluszba, tehát hogyha most ebben a hónapban nem rakom félre azt az X összeget, az nem olyan nagy gond, és még lóvém is maradt, úgyhogy jól jártam. Szóval ez egyelőre így tökéletes, és tényleg úgy szerettem volna most ezt így megosztani veletek, hogy most többféle tartalom jön. Úgyhogy most már nagyon szeretnék más videójátékról is videót csinálni, ezt, mint Battlefield, Counter-Strike, stb. Mert ugye ez még egyelőre még mindig egy gameplay csatorna, aztán hogy mi lesz a sors ennek a csatornának, hogy átmegy vlogba, vagy keverék lesz, vagy mit tudom, én nem tudom. Ugyanis lehet, hogy visszarakom az egészet, hogy egybe fogom vonni a vlogot és a gameplayt, és akkor az jó lesz. Azért, mert két csatornát, hármat üzemeltetni nincs, amiért elég lesz az az egy is. És meglássuk, vagy lehet csinálok egy szortírozást a videóim között, hogy amelyikek úgy jobbak vannak, azokat felhagyom, amelyikeket nem, azokat le, privátan vagy letolom, mert ez sem biztos, mondjuk már. Azért annyira nem vagyik, hogy most ezt titkolni kelljen, tehát felüllem, de biztos, hogy a Metin2 sorozatok azok megmaradnak, olyan más videók, ugye régebbi blogok, stb., ami esetleg úgy nem sikerült. Nagyon jól, meglássuk, vagy olyan témák, amiket újra csinálnék, és akkor ne legyen meg kétszer, akkor olyan jobb minőséget nyilván, hogy amit utólag csinálok, jobban átgondolva azt megtartom, és a másikot leprivátolom, vagy mit tudom én, vagy azt is meghagyom, meglássuk. Szóval a lényeg az, hogy haladunk gyerekek, szóval apránként, de megy a dolog. Ugye én még 2015-ben kezdtem elépítgetni a szisztemet, ugye amit még ki kell cseréljek, és rájöttem az okára, az az, hogy a mixeremet, ugyanis kipróbáltuk a tesómnak a Sound Blaster kártyájával, aki külön kártyával is ugyanúgy zúg, és rájöttünk, hogy a mixer nem jó. Tehát van egy alapzaja, amit hallottok, és az nem csak nálam jelentkezik, felmentem a Behringer honlapjára, és mindenkinél jelentkezik. Tehát ezt nem fogtam ki jól, tehát szinte mindenki nem mondhatni. Le lehet venni olyan szinte, hogy ne hallszódjon a zaj, de akkor már nagyon közel kell hallani a mikrofonhoz, kényelmetlen, stb. Tehát nem olyan jó a hangminőség arra már, mármint úgy vetetésügyileg. Gondolkoztam elsősorban azon, hogy jobb lenne egy USB-s mikrofon, viszont sokkal performánsabb, ugye, mert mégse USB-s vacak, viszont lehet kapni külön Phantom Power-t, ami elég ahhoz, hogy meghajtsa, és nem kell konkrét mixert venni, tehát olcsón is, tehát úgy értve egy jó minőségű Phantom Power nem kerül annyiba, mint nekem került a mixer, úgyhogy azt is hamarosan be fogok újítani. Most ugye alapú tűnik, hogy újra monitortan kell nézzek, hogy most ebben a hónapban már biztos nem, de most ebben a hónapban még van, az félre lakom, és akkor szerintem jövő hónapban vagy. Na, nem hiszem, mert azt inkább a szabadságra tárolnám el, tehát hogyha lehet, hogy ha sikerül a jogsi, akkor legyen nekem pénz üzemanyagra, meg elra sétálni, meg menni jobbra balra, úgyhogy egyelőre ez tökéletes. Aztán szeptembertől is kezdenek a túlórák, és akkor simán meg tudok engedni magamnak egy új monitort is, ha arról van szó, hogy elég nem lehet megcsinálni. Meglássuk. Tehát most remélkedtem abban, hogy most tudok egy full HD-s videóval szolgálni nektek, de sajnálom megint emiatt, hogy nem tudok. Esetleg felszkálázhatom, de az meg ugyanúgy nem olyan a minőség, ugye. Szóval, ja. Változások lesznek itt a csatornán apránként, és remélem, hogy el fogja nyerni a tetszéseteket, ugye. Hogyha eleinte egy kicsit a vágások vénák lesznek, nézzétek el nekem. Én már a két el videózok, de ugye a vágáshoz amúgy nem vagyok hozzászokva, nem is nagyon csináltam, mert horribilis időbe telt volna egy órás videó megvágása. Tehát ha lesz 30 perc, és az is másfél óra, amíg lerendeli. Lerendeltem volna, így most meg körülbelül kerül 20-30 percbe ugyanúgy. Tehát ne jel annyi idő alatt. Tehát én beraktam egy 720p-s videómat, lerendeltem egy ilyen 5 perces videót a régi procival. Az tartott szinte 17 percig, és ez meg elvégezte 3 perc, és valami 45 másod, vagy 42 másodperc alatt, tehát hogy ekkora drasztikus különbségek vannak a két processzor között. Nyilván újabb architektúra is, meg újabb, tehát maga újabb az egész dolog, ugye ez már 28 nanométeres X4860K, amik lesznek itt képek is, úgyhogy haladunk, úgyhogy jéj, megvan, nagy az öröm. Na jó van, én minden esetre köszönöm a figyelmet, gyerekek, én csak ennyit szerettem volna mondani, találkozunk a következő videóban, addig is. Sziasztok!